Tőzsgyökeres Szegedi vagyok, itt születtem, és a középiskás tanulmányomat is Szegeden végeztem el, a körösi közgében eh, kitűnően. Egy, már a harmadik év után eh, kaptam egy javaslatot, a negyediket ne itt Szegeden végezzem el, hanem Budapesten az Oleko a kitűnő tanulmányi eredmény alapján, és akkor negyedik évben fönt Orosszal tanulok és végzek, érettségizek, és akkor Moszkvába kimeltek a közgazdasági egyetemre. Négyen voltunk testvérek, édesanyám azt mondta, hogy nem menjek el. Nem mentem el. Én a testnevési főiskolát választottam. 57-ig tartott a főiskola. Végzés után, hál' Istennek szerencsés államvizsgát tettem, jó sikerült. Szegeden volt egy üres hely, a Dózsa György Általános Iskola Szentgyörgy téren, oda kerültem. Kézlabda alapjainak, technikájának a megszerettetése, megismertetése volt a célom. Megszerveztem az általános iskolás bajnokságot, és megdöbbentve tapasztaltuk, hogy majd rengeteg iskola nevezett. A nyár folyamán kaptam egy telefont, hogy XY helyre menjek be, és felajánlották, hogy a megszűnő tanítóképző helyén a túlzsufolt ságvári cétbontva egy új középiskolát Gimnáziumot nyitnak. Rózsa néven futott még akkor az iskola. Oda meghívnak testnevelőnek. Elvállaltam. Azt hiszem nagyon jól tettem. A nagyobbakkal lévő foglalkozásnak még határozottabb eredménye lett. Én úgy érzem, hogy a gyerekeknek a szimpátiája az, ami vitt előre, eredményben és mindenben. Szintén a, megalapítottam a középiskolás bajnokságot. Na ez már forradalom volt. Minden iskola próbálta a kézlabdát csinálni, ellenfél akart lenni, társ akart lenni, építették a pályákat is, nem volt Szegeden pálya, csak egy-kettő, és a pályaépítés mellett elkezdték a kézlabdát is. Hiszonyatos csaták voltak, illetve szóló élmény volt mindegyik a mérkőzés. A csapataim egyre többet, hogy mondjam, nagyobb eredményeket értek el, tovább akartam, szerettem volna jutni. Ez annyit jelent, hogy következő sőt, területi országos, egész az első bajnokig. Közben MB2-ben a seac választottam, és játékos voltam. Mindjárt lejövetelemtől, tehát 57-től. És válogatott kerettag lettem, ezt úgy hívtuk, hogy Budapest válogatott. 61 decemberben megváltam tőlük. 1961 december 16-án alapította meg a előre néven ezt az új csapatot dr. Bérci Mihály gazdaság vezetővel. Mindjárt az első években, mint edzőjátékos szerepeltem, mindjárt az első évben városit, majd megyeit nyertünk, MB2-be kerültünk, nagyon haladtunk előre. Vele párhuzamosan ment ugye a képzés az iskolában, csapataim eredménye egyre jobbak lettek, annyira, hogy közben már MB1B-be jutásig edzőjátékos voltam, Attól kezdve már szponzor és függetlenített edző kellett, már nem vállaltam a továbbiakban. Az iskolás csapataim viszont szenzációs eredményeket értek el, szinte állandóan országos döntőig jutottunk, sőt, országos bajnokságot is nyertünk. 95-ben eljöttem nyugdíjba, de utána is foglalkoztattak éppen a kézlabdás eredmények miatt, úgyhogy végeredményben és végső sorban 2005-ben váltam meg teljesen a pedagógus pályától. PIK vonalán 7 éves kortól 20 éves korig, 20 csoportban 320 tanulót foglalkoztatnak. Az iskolámnak az első, a leges legelső csapatában, tehát az előre kezdő játékosaként szerepelt egy Hunyat János nevezetű fiú. Ő volt az első felnőtt válogatott játékosom a saját neveléseim közül kapusokban három NB1-es és válogatott kapus neveltem. Egyik volt a vargamisi a másik az Árvai Béla és a Fekete Robi. Játékosok közül rengetegen vannak Tóth Géza, Le Lele Ambrus, Noel Jóska, és akik ott kezdtek és voltak, most is kézabda életben vannak, döntőleg edzőként Avargyuri, Bárány Zsolt, Szepesi Dani, Dunányi Mártonnal először 1972-ben találkoztam. Én még akkor a Rózsa Ferenc szakközépiskolába jelentkeztem autószerelőnek. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerencsém volt, hogy egy ilyen emberre találkoztam. Ha néhány szóval kellene jellemeznem, akkor egy pedagógus, egy nevelőedző és egy motivátor. Pedagógusként azért, mert ott nagyon szerette azt, amit csinál, tehát a testnevelést, illetve nagyon jó előadó volt. Én úgy gondolom, hogy ha kicsit el is túlzom, de még a tornából fölmentett is jelentkezett a torna sorba, hogy részt vegyen az óráján. Nevelőedzőként ugye nagyon kevés ilyen ember van Magyarországon, de úgy gondolom a világon is, aki annyira komolyan vette a kézlabda játékosok technikai alapnevelését, hogy én úgy gondolom, hogy ha 30-40 éve későbbre nézünk, akkor most már nem jönnek ki ilyen játékosok, vagy nagyon kevés játékos jön ki, mint annak idején mi voltunk és rengeteg olyan játékos jött ki a keze alól, aki mp 1 es vagy vágott szintű játékos lett. Motivátorként pedig úgy gondolom, hogy megtanította nekünk azokat a csibészségeket, a jó értelembe vett amivel mérkőzéseket lehet nyerni, illetve megtanította nekünk a úgymond feltétel nélkül győzni akarást. Pályafutásom alatt 16 kitüntetést kaptam, amely közül a négyet kiemelnék. Védelmi miniszteri kitüntetést kaptam. 1994-ben Szeged napja alkalmával a Szeged sportjáért kitüntetést kaptam. 99-ben a Magyar Kézilabda Szövetségtől a Magyar Kézilabdázásért ezüstérvemben részesítettek, és végül talán annyit, hogy a pályafutásomnak a szép befejezése volt, hogy 2005-ben Életmődíjjal búcsúztattak el az iskolától. Attól kezdve már a Kézdabdával, csak a mérkőzések látogatásával foglalkoztam, a feleségem, iszonyatos segítséget adott, kezdettől kedve. 52 éves házasok vagyunk most.